Barni, először is gratulálok a győzelemhez, gratulálok a debütáláshoz. Milyen volt az első NB1-es mérkőzésed? Köszönjük szépen, és én is köszönöm elsősorban. Elég fura volt így az elején, mert a meccs előtt tudtam meg egy 20 perccel, hogy kezdeni fogok, és akkor utána kellett átállítani a fejemet arra, hogy most teljesen a mérkőzés. De hála Isten győzni tudtunk, és hála Isten jól sikerült ez a debütálás. Mondtad, hogy 20 perccel a meccs előtt tudtad meg, hogy kezdő leszel. Mit kért tőled az edző? Hát azt kérte tőlem, hogy ugyanazt csináljam, mint edzéseken, meg amit csináltam az edzőmérkőzéseken, a felkészülésen, és akkor nem lesz baj, legyek bátor, ne féljek a hibázástól, és utána minden menni fog. Mennyire volt ez a mérkőzés más, mint mondjuk egy NB2-es találkozó? Hát azért más volt teljesen az iramba is, mondhatnám, gondolkodásban gyorsabb döntéseket kellett hozni, ugye nyilván a körítés is teljesen más volt, úgyhogy ezeket mondanám így legfőképpen. Mekkora önbizalmat adhat neked, hogy sikerült bemutatkoznod most az élvonalban? Hát mindenféleképpen nagy önbizalmat ad számomra. Mindig hittem abban, hogy ha keményen dolgozok, akkor annak meg lesz a gyümölcse, és úgy érzem, hogy most is ez van jelen.